Szép történetet szeretnék én mesélni. Például azt, amikor egyszer csak meghalt Sztálin elvtárs. Istenem! Éljen Sztálin elvtárs! Locsi, te hülye vagy? Most halt meg! Telt múlt az idő. Hát hol magyar idő telt, hol meg múlt cseh idő. 37 család. Így csecsemők aggasztjának. A katonai teherautókon elindultak egy ismeretlen jövő felé. Hát hova mennék én haza, Sándor? Másnak a házába. Keresztény nem árt a kereszténynek, na. Csak te nem vagy keresztény. Elvtársak! Nem mondom nektek őszintén, elvtársak. Idén is lesz május elseje. Klári. Gyere már föl, Klári. Hallod? Ilyen szépet te még nem láttál, Klári. Ósd csak a tüzet, Bélám, ócsad elme! Jaj, elégek én ott belül! Jaj, Béla! 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 Azért egy fél deci. Csak belefér már ebbe a nagy sietségbe, nem? Fele magyar, fele tót, szenes meg rőfös. Majd építek magamnak egy házat az udvar végébe, hogy a Márton Pista hazajöhessen az övébe. El nem tudom mondani, hogy mekkora a baj. A búcsi pap lesz a bíró! Zapleta jelvtárs, baj van. Meglógtak a papok. Nem az én gatyám lyukas, hanem a tied. Nem az én apám a húgyos Pisti, a tied. No, emberek! Ezt a bucsiaknak mondom. Emberek! Ha most nem veritek szét a kesziek pofáját, akkor én itt a kezdőkörbe megverekszek Zapleta jelvtárssal, azt amelyik falufeje győz, az a falu lesz a győztes. Puszta síromon elesett katonák teste, lesz a vánkosom. Jó nagy itt a csönd, plébános uram, mindörökké.